reggel, hogy tehát nem durva, hanem embernek tekint. Mit mondasz magadról a telefonban, Évi? Hát azért más, mint ahogy... Ez többnyire, azért kérdezem, mert ez többnyire így szokott lenni. Tehát a hölgyek nem azt mondják, ami a valóság, hanem egy de másképp. De én azt hiszem, hogy ez nem ez az érdekes, hogy ki mennyire tudja azt adni, hogy valójában az. Tehát, hogy el tudja fogadtatni magát annak, aminek mondja. Tehát én hiába mondanám azt, hogy én egy mit tudom, hosszú, combú, szőke, cica baba vagyok, ha az én egyéniségem nem olyan. Én nem állok messze attól, amit mondok. És ezért én úgy gondolom, hogy hiteles. Uh-huh. Az imént említetted, hogy tulajdonképpen izgatólag hat rád egy-egy beszélgetés. Igen. Olyankor mi történik, Évi? Hát ez attól függ, hogy most szellemileg izgató, vagy... Aki mondjuk testileg izgató, tehát olyankor megszakítod a beszélgetést, vagy akkor... Nem, mit, hát ezt miért szakítanám meg? Hát ő azért hívott, hogy ezt hallja. És azt hiszem, hogy attól hitelesebb lesz. Mert én azt szeretném megkérdezni, hogy a korra rá szoktak-e térni? Tehát, hogy megkérdezik tőled a telefonban, hogy szíves vagy, és mit szoktál mondani? Tehát, 29. Aha, és hogyha valaki azt szeretné, hogy találkozzatok személyesen, kifejezetten tilos ez. Ja. Tehát ez csak ilyen telefon. És ez hogy történik egy ilyen... Nem, én soha nem csináltam ilyet, tehát nem tudom. Én azt képzeltem el az előbb, amikor mondtad, hogy ez nem szellemi felizgulás. Hát gondolom, hogy nem azt akarja az illető, hogy fölhív, és akkor közben babicsot elemez, mert ez egy szellemi... De volt ilyen is. Sok olyan vendéged van, aki már törzs vendégnek tekinthető? Igen. Tényleg? És ezekről az ulakról mit tudsz meg? Tényleg, hogy miért fordulnak hozzád? Hogyha ők egyébként párkapcsolatban élnek. Hát kétféle emberke van, aki azért fordul hozzám, mert nagyon magányos. Uh-huh. Van, aki meg azért, mert otthon nem kapja meg szexben azt, amit szeretne. És így ki lehet próbálni mindent. Évi, ki lehet azt jelenteni, hogy te ezt a munkát szereted, élvezed, vagy pusztán a pénz miatt csinálod? Szeretem, igen. Igen, mert annyi emberrel beszélek, és mondom, nem csak szexről van szó, tehát épp úgy beszélgetünk színházról, moziról, politikáról, bármilyen. Igen, igen. Azért mondtam, hogy sokkal magányos ember. Jöjjön most egy hölgy, aki azt állítja, hogy nem a méret a lényeg. Tunde! Tündi, a kapcsolataidban, vagy akár a szexben okozott-e már gondot esetleg a méretkülönbség? Vagy nem tudom, a partnereid általában mekkorák voltak? Nagyok. Nagyok? Persze. Ez mi, ez alapfeltétel? Persze. De hát, ha nincs nagy, akkor jó a kicsi is. Miért? Volt-e olyan férfi, Tündi, aki elutasított? Azért, mert ugye különbség van közöttetek magasságban. Nem, de már volt olyan, mondjuk, hogy tettek olyan ajánlatot, és én azt mondtam, hogy akkor inkább most fejezzük be. Milyen ajánlatot? Hát van, szóval mindennek megvan a határa, érted? Mondjuk, hogy ő annyira bele akart menni dolgokba, és még akkor annyira nem ismertem a szexet, és akkor azt mondtam, hogy hiába volt mondjuk egy fél éves, vagy akármilyen kapcsolat, akkor inkább leléptem én. De sok ember mondjuk valójában arra kíváncsi, hogy milyen egy ilyen kis nő jön. Tündi, ami tulajdonképpen a mai témánk, így a játékszerek a szexben, vagy a segédeszközök. Erről mi a véleményed? Alkalmaztál-e, vagy szoktál-e ilyeneket játszani? Hát még van rendes, addig de, vagyis. Addig lehet, nem. Hogy eljön az az idő, hogy rá fogok majd fanyarodni, de még nem. De miért? Miért rá fanyalodás? Tehát hát, például Gabira ránézel, akkor rajta van ez a maszk, ezt ő használja is a munkája közben. Neki munkája. Most figyelj, most ez a pornó vagy a szex, van akinek ez munka. Lehet, hogy én is csinálnám, most nem akarom bántani. Lehet, figyelj, magas lennék, egy olyan alkatta. Azt mondanám, lehet, hogy én is azt csinálnám. Először is jó anyagi bevétel. Igen, de magánéletben miért nem lehet? Gabi, te a magánéletedben nem használnál ilyen segédeszközöket? Én magánéletem előbb volt ilyen, mint az élet úgy hozta, hogy ebből élek. Az eszedbe jutott-e már valaha, hogy esetleg szerepelj valamilyen produkcióban, Tündi? Mármint miért? Filmben, pornófilmben esetleg, vagy fotózáson, vagy bármi ilyesmi. Azt mondtad, hogy nagyon sokan azért hívnak, mert kíváncsiak arra, hogy egy kis ember milyen lehet. Hát persze, mindenki megkóstolja a jót, meg belekóstol az ismeretlen dolgokba. Tehát akkor a filmezést már próbáltad? Már kóstoltam. Milyen élmény volt, vagy mik voltak a tapasztalataid? Kegyetlen volt. Mi volt a rossz benne? Először is első volt. Kényszerből mentem, hát most úgy kényszer, ez egy olyan dolog, hogy pont patthelyzetbe kerültem, és akkor úgy voltam, hogy választanom kellett, valahonnan pénzt kellett szereznem. És választottam. Nagyon nehéz volt. Hát elmentem.
Mi volt ebben a rossz? Hát nagyon sokan évekig ebből élnek, ezt csinálják. El kell kezdeni, akkor mondjam azt. De most nem csinálom. Most következő vendégem nem érti, miért nem talál végre olyan nőt, aki teljesíteni a vágyait. István! István, elég szokatlan ez az öltözék. Mi ez pontosan, amit itt látunk rajtad, mikor viseled? Milyen alkalom akkor? Hát olyan alkalom akkor, amikor éppen elmegyek ilyen klubba, ahol a fétis klubba. Igen. Hát meg voltam, megmondom őszintén, Dominánál, és ott is kísértem. Esetleg pár, ha olyan pár találok, aki erre vervő, akkor. De hát először megkérdezem, mert hát mindjárt, hogy belevágok a dolgokba, akkor ez általában visszautasítanak. Tehát amikor egy új párkapcsolatban azt mondod, hogy neked ez igényed, hogy a hölgy is ilyen legyen, akkor többnyire vége van? Hát úgy van, hát többnyire vége van. Először megpróbálom, és nem is így kezdem a dolgot, mert volt több csalódás amiatt, hogy elkezdtem ezt így, hogy így beöltöztem, és elmondtam, hogy ne ez nekem így élve, hogy nekem igényem, és akkor egyből visszariadt tőle. Gondolom azért, mert lehet, hogy azt gondolta, hogy akkor vagy kimondok, vagy kimondatlanul, hogy akkor én csak azt mondom, hogy én mazoista vagyok, de én őt akarom ott kínozni, meg nem tudom micsoda erőszakoskodni vele ilyen. És amikor már látja, hogy megy a dolog, és ilyen, akkor és megy, akkor megy tovább a kapcsolat. Ha nem, akkor sokszor ez emiatt szakadt meg a kapcsolatom végül is. Hogy... Én azt mondtam az imént, István, igen, hogy igen. Te nem találsz olyan nőt, aki végre kielégítené a titkos vágyadat. Mi az? Hát a titkos vágyam, olyan titkos vágyai vannak, hogy hát üssenek, verjenek, mondjuk korbáccsal. Ezeket csak úgy tudom megkapni, hogyha elmegyek mondjuk egy Dominához, de hát most... És nem akad olyan hölgy, aki teljesíteni a vágyaidat? Hát... Vagy nehezen? Hát nehezen, igen, nehezen. Uh-huh. Az itt ülő hölgyek közül például ki jönne be neked? Ki az, aki tetszene? Hát például... Dehogy nem. Amikor jöttél be, akartam, hogy édesem, te vagy a méretem, ma ráérek, már nem félek. Na, ehhez mit szólsz? Na, ezt sem tudtam volna képzelni. De mit szólnál hozzá, hogyha István esetleg tényleg komolyan szeretné ezt a kapcsolatot? Megpróbálunk, mindent először ki kell próbálni. Beszélgetni kell, meg kell ismerkedni, persze. És hát kérdés, hogy ő mit szeretne? Hát ő most az imént elmondta egész szemléletesen, hogy pontosan mit is szeretne. Majd megbeszéljük. Hát meg egyebeket is. Egyebeket? Még miket? Hát igen, szóval ez a másik azt mondja, mondjuk hagyományos szexi dolgokat is. Hát igen? Ilyen. Azért azt is szeretni? Azt is szeretni, ez sokan úgy veszik föl, hogy csak azt szereti az ember, és azért is jó, nem szeretek mondjuk, hogy elmegyek Dominához, akkor az van, hogy vagy az van, hogy akkor csak hagyományos, vagy ha külön, vagy rá kell tenni még külön pénzt, vagy egy rabszó, vagy ilyen szabszóban ő, azt úgy hívják, igen, hogy aki megcsinálja a rend, hagyományos szexet akarok, hanem akkor azért csak az ilyen szadomazodók mennek a pénzért. Uh-huh. Gabihoz mit szólsz, aki melletted ül? Mert neki pont ez a foglalkozása. Hát észrevettem, én nagyon vonzónak találom, sőt izgalmasnak. Az első pillanatban úgy megtaláltátok az összhangot, amikor bejöttél, ugye, Gabi? Igen. Rögtön. Az összkorbácsot. Igen. Az enyém masszívabb. Igen, ez az csak a víz inkább csak. Gabi, ilyennek körülbelül a vendégeid, illetve ilyenek az igényeik, mint amiket István elmondott? Az igényeik, igen. Uh-huh. Hát változó, tehát most ez nem alkattól függő. És hát olyan 20 évestől az 50-ig cirka. Uh-huh. De a derékhat 20 éves. Azt mondta István, hogy ő nehezen talál olyan hölgyet, aki ki tudná elégíteni a vágyait. Hát akkor te most tudnál neki segíteni. István, most akkor gyakorlatilag hogy néz ki a magánéleted? Viszonylag ritkán találsz olyan partnert, aki szintén erre vágyik, mint te? Mert ahogy a szavaidból kiveszem, csak így lehet teljes a te életed. Hát igen, sajnos tényleg így van, ritkán találok. Szóval, és ha találok, akkor meg tudja, hogy ilyen vágyai vannak, akkor megérd, és amit uh-huh. elmondtam eddig is. Uh-huh. És akkor utána vége az egész dolognak. Vagy nem valomban, és akkor meg az a nem jó. Hát most. Aha. Igen, pontosan az ilyen emberek is jönnek hozzám telefonon, akik otthon nagyon szép családi életet élnek, mert ugye a párkapcsolatért lemondtak a szexről, és a vége az, hogy valahol nem tudja letagadni önmagát, tehát visszajönnek.
Én pedig nem ijednék meg tőle, mert azt hiszem, hogy ők a legjámborabbak. István, te egyébként milyen embernek tartod magad? Agresszív vagy? Esetleg? Vagy erőszakos? Vagy pont az ellenkezője, amit Évi mondott, hogy inkább egy szelíd ember? Inkább szelíd vagyok, de néha viszont, szóval hogy mondjam, hát kiütközik belőlem a bika, mert bika jegyben születtem, és néha, hogy föllobbanok, és akkor ideges vagyok, meg ez talán úgy elmúlik. De általában az van, hogy én inkább nyugodt vagyok, szóval. De akkor sem váltok segít, akkor sem, legfeljebb oda csapok, amit a föltöz, de nem volt, hogy neki egyek valakinek is. Angelika, tudom. Ezek alapján mit gondolsz Istvánról? Igaz, hogy fura ez a hobbi, de amit így elmondott, azok alapján, hát nem egy veszélyes ember, másokra semmiképp. Na, de amikor kitör, az nagyon veszélyes lehet, nem? Kitör? Milyen értelemben? Jó, ez most... Jó, nem az Etnára gondoltam, tehát nem... De akkor lehet olyan horderei is, mint az Etna, hogy így kitör, és... A szerencsétlen nőt ott meg. Azt mondja, hogy egy vázát a földhöz vág, és kész. Na jó, másokat nem bán. Nem tudnám elképzelni, hogy mondjuk a nászi ágyon fölött vázák repkedjenek. Biztosan emlékeznek még Józsefre, aki a műsor középső részében elvonult jóval egy masszázsra. Lássuk most, hogyan érzi magát a masszázs után. József. Hogy érzed most magad? Milyen volt a masszázs? Köszönöm szépen, nagyon jó volt. Kellemesen. Mit éreztél? Tehát végül is milyen volt ez a thai masszázs? Összetört. Tehát csontjaidat megigazgatta? Abszolút. A kis lebújjamújjától a utolsó gerinc csigolyán még mindent. Profi, de egy-két dolgot nem ajánlanék itt a kezdőknek. Nem mutatom, inkább csak úgy mondom, hogy el lehet képzelni. Amikor a térdel egy elég lágy részbe térdel a hölgy, és ezt utána megrántja a lábadot, tehát ez egy elég korrekt dolog. Ugyanez, mikor hasonfekszel és a gerincedbe térdelve húzza meg a lábadat fölfele. Tehát, de egyébként jó, tehát mindent félretéve ezeket nagyon jó. Tehát azt gondolod, hogy ki fogod próbálni máskor is esetleg a tájmasszást? Nem mostanában, de igen. És mit mondasz a párodnak, a feleségednek, hogy ne legyen féltékeny? És másoknak is azt mondod, hogy ha férjük elmegy egy ilyen masszázsra, akkor ne aggódjanak. Ne, inkább féltség, de ne féltékenyen. Köszönöm szépen. Mint hallottuk is, mindenki másként csinálja. A lényeg csak az, hogy szexuális kapcsolatainkban is csak addig menjünk el, amíg az még nekünk is jó. Még partnerünk kedvéért se tegyük meg azt, amit mi már túlzásnak tartanánk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, írjanak nekünk monika@rtlklub.hu. Nézd a keresőkben, hol lehetünk, tehát www.rtlklub.hu. Viszontlátásra!